Köszönöm, drágám. Olyat mutatok, megőrülsz. Megőrülsz, hülye. Mária, már bele meg a kezem idegességembe. Én el voltam eddig tévedve. Megvárom, már még többen leszünk. Hát nem mondom el 500 szót. Ugyanazt. Ja, hát, fantasztikus. Mindig van valami újdonság a világban. Azt hiszed, nincs olyan a alatt? Van. Van. Jó estét kívánok, jó estét Késcsók a jó estét Bálint, milyen illedelmes Bálint, köszönöm szépen. Popika Jónás László, üdvözlöm László, drága. Ellácska, szép estét Ellácska. Hát bóklászok itt, ugye hazajött az egyik kis laptopom. Mert több van, mint szar, ne törődj vele. Ez most kivételesen jó, ezt megműtötte a fiam. A Szentkereszti Csabi kisfiam. És akkor kapok ilyen értesítéseket, tudod, ahonnan már vásároltál, e-mailben jön. Ja, Ibi meg a lábam, ne tudd meg, mi ekkora, milyen erős keze van, de olyan jól esett. Na, az egyik ilyen ódal, nem mondjuk be a nevét, nem csinálunk neki reklámot, ingyen tudod, ki csinálja a reklámot, azt mondja nekem Adventi koszorú. Megmutatom, milyen, megőrülsz, várjál, várjál, úgy akarom, hogy ne lásd, hogy melyik ódal. Hopp! Ez az Adventi koszorú. Ugye, hogy nem tudtad? A franc megeszi azt a tudatlan pofádat. Ez az Adventi koszorú én meg bíbelődök, gyertyát rakok. Kis dísz, nagy dísz, bánatos anyám kínja. Dick Margit, azt mondja, adventi koszorú. Hát fusson ki a szemem az a tudatlan margó. Na, hitted volna? Elmész a kikötőbe, valahova, meglátsz egy ilyen zsinort, vagy mi ez, madzag? Kötél becsomózod, rá, rábaszod az asztalra, és megmondod, nesze neked adventi koszorú. Én vagyok a hülye, mi? Na de komoly, ezeknek állások van, kőkeményen fizetik érte őket. Na én meg itthon rohadok az ágyba, nagyba itt elnéző, semmit nem akarok venni, csak nézelődök. Akkor megláttam barátom, esküszöm, rohadjak meg, fusson ki a szemem, nézd meg. Né, adventi koszoruk. Egy összekötött, macag, spárga, cérna, vagy mi ez, kötél. Na, hát szerinted szép estét, neked is drága. Komoly, mi? Mondom, előbb nem jól látom. És mindezt megvehetett 2490 forintért. Csak szólok. És az a neve, hogy adventi koszorú, brand, dino, megnézzük dino-t, ez valami olasz faszí lesz. És csinál kosarakat is. Hát olyanok is, fiam, elmondanám neked. Dino valaki csoda. Hát lehet, hogy ez a Dino korszakából maradt itt, nem? Az nem fogta fel, hogy az advent az más. Hát valami óborzalom. De azért majd megírom a, a, De nem írom meg, hát látják ők, hogy mit árulnak. Hát tudják, hát valaki csak átnézi, mielőtt feldobják, nem? Dino csinál fenyőfákat is. Az egyik szebb, mint a másik, te. 62.090 forintért mutatom neked, miért tudsz venni dino -tú. A Dino dizájnba nagyobbba kitesszük. Ez 69 ezer, ne röhögjél. 69 ezerért már mindjárt meg tudod venni. Ezt a rettenetet el. Hát, ha nem szebb a tavalyi lehullott jó barátok megvan? Amikor Fibi el akarja adni a tavalyi karácsonyfát. Szegény karácsonyfát ne dobják ki, annyira szeretem. Ne szerinted? Dino. Dino alkot, érted? Mert oké, okay, művészet, persze, hát én is úgy festek meg olyat, amilyet én akarok. Na de ezért már ne haragudjál egy adventikosszorúba, oda vágsz egy szét egy madzagot. Azaz az az adventikosszorú. Mit ittál, vagy mit szív? Tehát adjál már belőle nekünk is. Hát miért vagy így? Hát mi is jól akarjuk magunkat érezni. Na, hát egy szar kávét ittam. Na, de semmi többet. Puszi zuhatok, Mártika, mindenkinek. Puszi édesem. Kép csak tájékoztató jellegű, méretre és kinézetre. Méretre és kinézetre eltérhet. Hát körülbelül, de azt nem írja. És akkor még odaérő, hogy gyakran együtt vásárolt termékek, azt ilyen viaszkos vászon. Vagy viaszos vászon, nem tudom, hogy mondja. De a végét kell meggyújtani, azt akkor elég minden, mi? Azt én vagyok a hülye, mi? A nagy adventikus itt az asztalon. Á, gyerekek, megbolondult a világ. 2490 forintért megveheted. Adventi nem akartam elhinni. Hát mondom, biztos rosszul látok már. Belefáradtam itt a nagy semmi tevésbe, mert azt el tudok ám ülni, mint az iszap. Csodák vannak a neten, gyerekek, csodák vannak a neten. Akarsz kagylót? Ilyen ótvar kagylókat, 1090 forint érvehetsz. Én komolyan mondom, megőrülök. Komolyan, Isten bizaszt mondom neked, megbolondolom van díszgalam, bizbasz, csillagszóró, ótvar, kiskutya. Retten, nem mondom meg az ódal nevét, de hogy csinálok én reklámot neki, csináljon az ördög. Na, de vannak nagyon szép dolgai is ennek. Dísztárgy lett, de... Megmutatom, várjál majom. Meg, azt is elmondom, hogy készült, figyelje. Mert hát azért Máti néni virágos volt hajdanában, danában, danában látod? Dísztárgy leddel! Mindjárt megmondom az árát is. Megfogsz egy ilyen... Na figyelj, elmagyarázom. Figyelj, mert azért ide. Így ad a szavamat megfele, mert utána már nem mondom el. Egyszer mondom el, menj már innek. Megfogsz egy ilyen papír, mit tudom én, hát mit szoktak mondjuk, hogy méter árubótba bemész, azt elfogyott a kelme, akkor annak azt a papír, vastag papír, akármiét elkéred. Odaadják, mert nekik csak lom. Bemész elké, megmondod először, és jó napot kíván. jó napot kívánok, miben segíthetek. Nem szeretnék kelmét vásárolni, de szeretnék egy ilyen, amire rá van tekerve a kelme. Ó, van annyi adunk, jó, megfogod, köszönöd szépen, kellemes ünnepeket kívánva, maszk kis pofádon rajta van, elhagyod a helységet, hazamész. Megfogod a kivágott kis rőzse dolgokat, azt ilyen csomóba fogod, de lefele álljon, így kifele, tudod, nem fölfelé, így, hanem lefele. Azt rádrótozod, na ennyi a izé. Amit ad ez a ez a jó ember, várjál, már is, más is mondom neked, várjál már, mert betettem ezt a szart középre, 10.090 forintért, 10.090 forintért, el tudja neked ezt a szart adni. Megneved majom. Ha nem találsz, mert hogy nincsen kelmebót a közelbe, hát akkor vágsz egy fadarabot valahonnan az erdőből, van ott annyira rossz, ott leesve, elkorhadva, neked olyan kell. Neked arra van szükség, nehogy egy ép fát megbontsál ezért, majom. Jó, az ami ott le van esve az erdőbe, összeszeded az ágakat, fogod, azt ilyen műhós prével lefújod. Na, kettő forint húsz fillér. Hát de komolyan mondom, hogy megáll az eszem te. Ez ugyanannak a palinak, ennek a dinónak. az egyik rettenete. De egyébként olyan étkészlet van ezen az oldalon, hogy á, sose lesz olyan szépen, mondjuk minek. Teljesen mindegy, miből eszem. Eszem vagy eszek? Tök mindegy. Eszem? Eszem. Megáll az eszem, ha eszem. Nagyon szépek a, a karácsonyi díszeik. Nagyon szépek, tényleg szépek. Szépek a télapok, a mikulások. Azt mondja, hogy Christmas dekoráció műhó. Vehetsz műhót 3590-ért. De ha az Isten megsegít minket, miután kuka volt a 2020-as év, akkor karácsonyra ad egy kis havat, az beviszed. Ingyír, jelzem ingyír. 3590 a műhó. Ó, Margó majd írják azonnal abba rendelek. Ó, láttam fenyőfát. Mennyi volt, Ibikém? 30. 140. Ja. igen. Olyan fenyőfát látta, műfenyő. De abba az irítség hibát nem talált. 140 ezer forintért! Műfenyő! Hát hülye vagyol! Műfenyő! Ó, 140 ér. Ó, mondom, kettőt veszek. Hát, ha elhányom valahova, legyen már tartalék is. Hát hülye vagy. Rettenetes ár, borzasztó. Ennyire rossz lenne a forint? Valószínű. Ki tudja, nem tudom, én nem politizálok. De hogy nincs értéke a pénznek, azt tudja. Semmi. Van ilyen nagyon bugyúta szarvas, 8800, megmutatom ez embepisézt. Ez olyan egyért együgyű, mint én. Már csak rámegyek, kinagyítom, hogy ne lásd, hogy honnan van ez a nagy tájékozottságom. Nézd meg ezt a kis fejet. Ezt nézd meg. Szerinted kicsit debil, ilyen kisegítő. Minusz hat. Ezt már is mondom neked a percen. A szúr pillanatban mondom, hogy mennyire teheted magad, Éva. Várjál, 8809 forintért. Na most elmondom neked, hogy veszel egy zoknit. Egy frottér zoknit. Ami már, hát de vegyél egy újat. Na, semmi nem számít, menj egy frotézokni, 700 forint, 1000 forint, ottan tájt van, kínaitól vegyél, olcsóbb. Magyar régre, magyar ufó, magyar karácsony magyar rénszarvas, magyar zoknit vegyél, frotét. Levágod, kitömöd vattával. Csinálsz, én nem ezből szoktam csinálni szemet. Addig gürgetem, gürgetem, még azon kemény nem lesz, mint ez a laptop fogod, ráteszed a két szemet, ugyancsak zokniból csinálsz neki fület, ilyen kajla fület, és akkor derótból, vagy bármiből csinálsz neki aggancsot, meg rákötsz egy ilyen kis ruhát, azt hello. Szerinted 8890 forint. Nehogy ilyen, meg ne tudjam, hogy ilyenekre költötök, mert unnyakon váglak benneteket, elájultok. Hihetetlen, gyereke, hihetetlen. De vannak nagyon szép dolgaik. De hogy egy gömb, megmutatom, ami, hát szép, na. Most mondhatnám, hogy fúj, meg, de ez gyönyörű. Megmutatom ezt is. Ennek az ára, a percen mondom, már is mondom pillanat. Nézd meg, milyen gyönyörű ez a gömb. Nézd meg, itt felül, ezt a nagyobb, kisebb, nagyobb, kisebb, hát valami álom szép. Valami álom. Szép. Ennek kérlek a ő, 10 centiméteres, csak. 2090 forint. Ebből is. Ha mire veszel egy fára valót, mennyibe van? És mikor én megláttam az ariózóban, hogy 700 ezer forint egy feldészített műfenyő, de akkor alig férne be a lakásba, azt mondták sok. Én meg azt mondtam, hogy nem sok. Na mindegy, hát olyanom mondjuk sose. De nem lehet tudnád hát miért. Jaj, van egy nagyon szép Merry Christmas, 1590. De hát abból is több kell. Mit csinálsz már? Mit csináltok? Semmit. Mit csináltok? Hát azt kimentem, ki? és ő meg utána akart. Hát jönni. ez hülye ez a kutya. Ezek össze vannak nőve, Hát nem tud úgy megmozdulni, hogy ne menjen utána. Hihetetlen árak vannak. 10090 ér. Mutatom. Azt hiszem viccelek. Rohadjak meg. És szerintem ez papír. Vagy fa. Tessék. 10.091 egy angyalszárny. 10 forintba kerül ez a kis angyalszár. Á, ebből is kell, vagy hat. Ennél nem tudtam, mi a híja az életemnek. Hát ez. Nincs angyalszárnyam. De nekem nem is lesz sose, a megdöglök se. Sosem nem is lesz is. Hát gyerekek megőrült a világ. 6791 dekorációs koszorú. Hát mondjuk ez jó néz ki. Igaz, hogy mind mű. Úgy sajnálom, hogy a kopogtatót nem fotóztam le. Lehet majd ráírok a rányomra, hogy fotózzam már. Az van szép lett az a kopogtató. Nem raktak ki a jányom. Azt mondja, anya, én ezt kirakom, ellopják. Olyan büszke voltam magamra, mondom, csak tudok még valamit. Hihetetlen. Mindent meg tudsz, amit a karácsonynak kell, ilyen dekoráció, az mindet, a kimész az erdőbe, össze tudod szedni. Hidd el nekem. Hidd el nekem, minden ott van, kint a természetben, csak le kell hajolni érte. Festék szóró van, mert van, az befújod olyan szél, amilyenre akarod. Mondjuk én a natúrt szeretem. De az mindegy, hogy én mit szeretek. <coughs> Bedd le a hangot, te. Megy a, izé, a stíligen acht, azt megint letiltanak. Dek, adventi koszorú. Van pirosba is, Margó, mutatom. Adventi koszorú, ide nézzél már. Ne röhögjél, hát itt van. Adventi koszorú pirosba. Parancsolja. Ugyanannyiba kerül. Lád de? És ez adventi koszorú nem érted meg, Margit? Oda van írva, Adventi koszorú, lát de! vagy már majom? Itt van. Jaj. Menj már a francba! Adventi koszorú! Dino Bianci. Vagy nem tudom, hogy ejtik. Á, azt én vagyok az elmebeteg, mi? Hát megőrülök komolyan. De honnan jutott ez vajon eszébe? Szerintem verte az apja vagy az anyja. Minden karácsonykor ezt megzutyálták. Minden karácsonykor megzutyálták, ilyen beáztatott kötéllel szerintem. Azt ennek azt kattam be az adventről, hogy kötél. Vagy én nem tudom, el nem tudom képzelni. Vagy kösz föl magad, vagy mi? Vagy érted, hogy magányos vagy? Ne neked, ott az átvendi De, jó, hogy van itthon, hát már fellógatom magam. Hát ne, hát a világ, Itt el nekem. Van piros, szerintem zöldbe is találok, a még keresgére. Na hát, Margit, sok van. Mi furcsa, de hát ez valami elképesztő. Nagyon érdekes, mikor a majom kéthetes. mindent megtalálsz az erdőbe, csak menj ki. Ád egy sétálsz egy jót, mert sétálsz egy jót. Összeszeded a tobozokat, mondok egy ötletet, aki, aki nincs úgy elereszve fantáziailag. Veszel egy üveg poharat, egy ilyen nagyobb poharat. Beleteszel három gesztenyét alulra, és utána beleteszed ezt a ledes izzót. Ami itt is van nekem az asztalon, az adventi koszorún, ezt a kis egy szátyúk belet. De van ettől sokkal szebb. Ami kis apróbb, sokkal szebbek is van. Ez, ez volt a leggagyibb. Mindegy. Az beleteszed az üvegpohárba, és ha más nem, akkor valahonnan találsz hungarocert. Azt ezt az belepergeted. Ne neked műhó. Tehát érted, hogy annyira fillérekből meg lehet oldani, és olyan szép, hogy nem igaz. Na. Csúcs dísz 3890 a fenyőre. Kettőt veszek abból is, hogy legyen itthon. Há, húsvétre is mit lehet tudni? Lehet, hogy akkor is már Mikulás jön. honnan tudod? Nem tudhatod, fiam, ebbe a komplikált politikai időszakban, meg ebbe a koronavírusos időszakban nem tudhassa. az ember. Fantasztikus. Nem akartam semmit, de hát ezen az adventikus ledöbbentem. Mondom, ha megmutatom, hogy tanuljál már te is. De szerintem ezt Tuti verték otthon. Tuti. Vagy lehet, hogy pszichiáter. Az úgy nem működött, nem tudott segíteni sok emberem, azok felkötötték magukat, ahhoz, mekkora biznisze, Árventi koszorú, egyenlő kötél. Á, hagyjál békén. Hagyjál békén, Margit. Hagyjál békességembe. Ebédeltetek, drágáim? Miért hiszem én, hogy hétvége van? Mikor kedvem? Na, közben olvasok már, mert nem olvastam senkit. Várjál már, Margit. Popi, popi. Nem tudom, nem írtatok? Igen. Nem tudják, mit kérjenek, sajnos elmentem, elmentem az árak, pupika, ja, hogy elmentek az árak, igen. Ó, képzeld el, hogy olvasom az e-maileket, mert hát ugye így más, mint a telefonon, hát elég látom. És írja az egyik lakó, hogy van nekünk a rozikánk a takarítónk. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Egy végtelen jó indulatú nő. valahány éves fia meghalt. Itt sepregetett, az jött neki a telefon. Jött neki a telefon, hogy meghalt a kisfia. Azt hiszem, meg tudom keríteni a telefonszámát, hogy tudnék neki valambe segíteni? Hát annyiban tudok, hogy itt összeszedem a faleveleket. Beleteszem zsákba, semmibe nem kerül, mert semmibe nem kerül. Na de hát egy jó szó. Amiből temeti el? Hát hogy temeti el? Vagy mit csinál? Milyen karácsonya lesz annak a nőnek te? Ez a tragédia, nem azt, hogy nincs pénzed. Meg fáj a hátam, meg kéne egy masszázs. Az előbb én ezt csináltam, én minek. Úgy rám félne egy masszázs. Ó, hogy a nyűvek kopaszlanak meg, Rigó. Ez a tragédia, fiam. Ez a tragédia. Csokolom, Mártin, én a Dunafal, vagy csokollag, drága. Szép estét, Mártin, szép estét kívánok. És nem tudom a, a, a Rozika számát megkeríteni. Hogy, hogy felhívnám telefonon, hogy anyukám, és hát vissza nem tudom hozni a fiát. Na de miből temeti el? Hát érted? Ráadásul, ha nem takarít, nem lesz bevételese. Ah, hát ez a tragédia, az, hogy nincs pénzed, kit érdekel? A pénzt tudod, mi elmondtam, az ördög szara. Ma van hónap, nincs, ma nincs hónap, van, ennyi. Ennyi, a pénz az jön, megy, az a dolga. Rettenetesen, saj, nagyon együttér, nem sajnálom, együttérzek vele, borzasztóan, és nem tudom a számát megkeríteni. Szép estét, a szép estét, drága. A márka jól van, köszöni szépen, ma már kétszer evett kacsát, annak mm, is megszületni volt. Csak, hogy Jai Béj kacsát, kaccsát finom volt, ezt nagyon csanázom. Te az húsítéseket nagyon tudom! Nekem ma már karácsonyi hangulatom. Igen, igen, Gyurikám, te vagy drága életem. Hát itt is az volt, várjál már megfordítom, a kamerát Nézed csak mit nézünk kibivel. Tap teradas, tap terad az összes, taptar az. Da -da 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 -da. Ezt nézzük, meg a Stiligene Acht, Haben Sie Rizi Bizi című feledhetetlen karácsonyi nótát, de mondom, leveszem mellett írtanak megint. Mátika valóban így van az erdőben, sok minden van, még a vad dohány is jó. Mindent megtalálsz, minden ott van a, az erdőben, ez így van, ez a tagja, ez borzasztó. Nézd meg a képeket. Milyen képeket? Küldtél képet, Gyurika? Mindjárt meglesem, fiam. És nem tudom Rozikának a számát, mert úgy segítenék, hogy más, csak mit tudom, átölelném, vagy tehát te valami, érted? Mi mindig leültünk ide kanyafanyálni, elém a kis padra ide, az ablakom alá. Mondtam, gyere édesanyja, ígyunk egy kávét. Leültünk, elszívtunk három-négy doboz cigarettát, ment a dolgára, ő is, én is. A fia egy tünemény volt. Mondtam neki, hogy gyere ide, te is, hosszú puska. Akkora volt, mint egy zsiráf. Mondom, mit mász ki a kukába, hát te mégiscsak fiatalabb volt. Röhögött, jött, vitte. Azt hiszem, vesére várt, ha jól tudom. Ha jól tudom, vesebeteg volt, de nem biztos. Márték, a, a vagy a közös képviselőt, szerinted nem jutott eszembe, drágám? Ildikó, Hát én már írtam az ex közös képviselőnknek, írtam SMS mind a két reteknőnek, arra nem méltattak, hogy válaszoljanak. Mert már nem ők a közös. De amíg ők voltak, se válaszoltak, el ne így már. Á, ezek ilyen más állatfajta a közös képviselő. Ezek úgy más kaszt, inkább úgy mondanám, más kaszt. Más, ez úgy feletted állnak. Tehát azt hiszik, hogy én vagyok őértük, és nem fordítva. pedig, pedig úgy van, fordítva. Csokolom át, én én Végtelenül együtt érzek vele, végtelenül együtt érzek vele. Nagyon szeretem Rozikát, remélem, hogy Rozika. Ha jól emlékszem, Rozika. Tehát én nevekben hülye vagyok, hát ezt ő is tudja. Hát én hülye vagyok, hát ez nem, hát ez nyílt titok. Na jó, van, megmutattam akkor az adventi Kötelet összecsomózod, oda vágod az asztal közepire. Ha nem tetszik, akkor felgyújtod az asztalt azt megmondod az uradnak, hogy ne neked advent. Most menekülj utána, fussá, hagyd el. Fussunk, fussunk. Ja, Istenem. Jó vagytok amúgy, 394-en? Hmm, senki nem ír semmit. House fény dekoráció 6050 ért Ó, abból is kettőt veszünk. Szégyelhetik magukat. Ó, hát nagyon széde. Ó, nagyon szégyellik ők magukat. Ó, nagyon irul, pirul, Mária, boldogságos szűzanya, hagyjál már. Hát tojnak a világra. Eszter Tóth, köszönöm, nem tudom mit, de nem is nekem köszönöm. Csokolom, Márti néni, üdvözlet, Bindel család, szép estét, a szép estét kívánok. Mentem is, nem lopom az időtöket, ne velem töltsétek értelmes dolgokkal, hát ne velem. Csak mondom, ezt az adventikoszodót meg akarom mutatni, mert ilyet még a világ nem látott. Majdnem más mondtam. Én jó vagyok, nagyon helyes. Dániel, nagyon helyes, Danikám. Csodát mindenkinek imádásval jöttem majd, pupi.